Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket az év legrövidebb napján. Vigasztalást hozok. Ígérem önöknek, hogy holnap már egy picit tovább lesz világos, a jövő héten pedig még tovább. A régi rómaiaknál december 17-től 23-ig tartott a Szaturnália. A hagyományőrzés jegyében tehát két napig még folyhat a féktelen helyehúja a születő fény köszöntésére. S bár ma Hitetlen Tamás napja van, én egy hívő Flóriánt szeretnék önöknek bemutatni, aki hisz a szépség erejében, szereti Beethovent, alapító tagja több Ex Libris körnek, és biztos nem gondolnák róla, hogy már 85 éves. Hadd áruljam el azt is, a most következő riport operatőre Flórián bácsi unokája volt. Ex Libris, latin szó, könyveiből, az itt jelent szó szerint. Mi még könyvjegynek szoktuk nevezni, és a könyvnek a belső lapjára kellett beragasztani. 15. századtól elelt ezt tulajdonképpen. Dürer idejéből, heraldikus családi színerekből készültek ezek az Ex Librisek. Sokat nem készítettek belőle, 100-at, 120-at esetleg. Hát általában a könyveknek a beragasztásához. És a könyvnek a tulajdon jogát szolgálja ez a kis művészi kis grafika. Háromféle fő csoportra oszthatjuk ezeket a grafikákat technikailag is. Mély nyomás, magas nyomás és sík nyomás. A mély nyomás technikába tartoznak a acélmetszet, rézmetszet, rézkard. Ez egy csoport. A másik csoportja, ami szintén érték szerint is a legértékesebb, a pamettetek. A legkisebb Ex Libris az, és alkalmi grafika, az 6x6 mm-es, amelyen ugyanazok a kívánalmak rajta vannak, és ami szükséges a laphoz, mint a nagy méretű, nagyobb méretű 6 vagy 8 cm-es méretű Ex Librisnél, ugyanaz szerepel a kis 6x6 vagy 7x7 mm-es részkart, ez a kicsi. De ugyanúgy lehet hamestetet is csinálni kicsibe. Persze ugye nagyító kell hozzá. Van nekem egy nagyon jó barátom, Zentán él. Andruskó Károlynak hívják. Kis könyveket is csinál. Kis méretű hamestetekkel. Én nem metszeteket, pamettetet, részmetszetet, ilyet nem csináltam, de klisére csináltam már. Körülbelül 10-12 lapot csináltam, úgy durván 60 év óta. Hát ezt úgy kezdtem, hogy mivel a Magyar Király adóhivatalban volt egy jó kollégám, Sárdi Bandinak hívták, és igen, sok kapcsolatunk volt mi hivatalunkkal, én az adóhivatalban dolgoztam. És akkor odahoz nekem egy ilyen lapot. Mondom, Bandi, hát honnan szerezted ezt? Azt mondja, itt és itt elmondta akkor, hogy Pesten van egy kör, ahol ezzel foglalkoznak, sok gyűjtő társak jöttek össze, és ott láttam. Én mondom, hogyan juthatnék én oda, hogy hogyan juthatnék ilyen lapokhoz. És akkor elmesélte. Így kezdődött aztán a gyűjtés. Megkaptam a címeket, címekre elküldtem, készítettem Ex Libriseket, és összegyűlt egy jó csomó csereanyagom. Egy néhányat elküldtem, és akkor jött vissza. Körülbelül 30 olyan ország van, amellyel kapcsolatban is vagyok. Mondják, hogy van távol-keleti ország, ahol nem foglalkoznak ezzel a műfajjal. Nekem mégis volt egy darab Tahiti szigetéből, ami nagyon annyira is érdekes, de körülbelül 20.000 kilométerre van Magyarországtól, és ott is mégis volt egy. Azt hiszem, hogy mérnökember az illető, aki csinálta. Ám most olyan 45-50 ezer darab van már.
nem is tudnék megválni tőlük. Nem is tudom, hogy hogyan lesz, ha meg kell majd válni tőlük. Ugye ilyen sok ezer darab lap, amit durván 60 év óta gyűjtöttem és rendeztem. Hát nagyon szeretném, hogyha lenne folytatása ennek az gyűjteménynek. És az unokáim, a dédunokáim megismernék ezt, megszeretnék, és tovább folytatnák ezt a szép, tanulságos gyűjtést. Most már 4 flórián van. Én vagyok az egyes, fia a kettes, itt a Flórica a 3-as, és a Flórica kicsi, ugye, az a dédunoka, az a 4. Most már meg kell számozni őket. Az édesapám is Flórián volt, aztán én is az lettem, és így megy tovább most. A Flóriának csak a gyűjteménye. Hát Isten édes első Flórián még sokáig. De nem csak idősebb urak, öreg intézmények is tartották születésnapjukat mostanában. Itt van például a Baranya megyei művelődési központ, amely öregebb, mint én. Már 35 éves. A legszebb időszak az volt, hogy egy új intézményt kellett a megyébe létrehozni. Tulajdonképpen hőskor volt a megyei szinten, hőskor volt az, amit mi akkor cselekedtünk ebben a házban. Tulajdonképpen az egyes csoportok önállóan működtek, és a csoportokat külön-külön is kellett módszertanilag segíteni. Tehát ha arra gondolok, hogy a művelődési ház igazgató irányító munkáját, a klubvezető szervező munkáját, helyi irányító munkáját, megalakult a honismereti mozgalom, ami egyik legszebb időszaka volt ennek az egyébként bedolgozni természetesen, mert nem egyedül ezt az intézmény, nem egyedül végezte. De hát szerveztük például Pécset akkor az első szövetkezeti néptáncsoportok találkozóját. Csodálatos rendezvény volt, és megyei volt már a csoportot, tehát nem csak Pécset szerepeltetik, hanem vidékre. Szóval a koromat is tekintve az az időszak, azon túl, hogy fiatal voltam, nagyszerű időszaka volt az életemnek, és nagyszerű főnököm volt a Timálima személyében. Rossz kedvű ez a társadalom. És ebben a rossz kedvű társadalomban a népművelők, meg egyáltalán az egész kulturális élet rossz kedvűséges tükröződik. Ez, ami nem tetszik nekem. Adi jut eszembe, hogy minden összetörött és minden darabokra esett szét, hogyha ez egyszerre újra összeállna, és több hittel, több bizalommal, egymás iránti megbecsüléssel, netán szeretettel gondolhatnánk egymásra, és ez valahogy tükröződne a mi munkánkba. Ha nem egymás ellen, hanem egymásért dolgoznánk. Hogyha ez a pici maradék ország, ami nekünk jutott a történelem során, ez a 10 millió ember egy kicsit jobban összefogna, talán akkor jobban menne. Más. Amikor mi dolgoztunk még, akkor kevésbé voltak meg azok a technikai feltételek, amelyek most megvannak, és amelyek most bevonulnak a közéletbe, benyúlnak a hálószobákba is, és valahogy az embereket elfordítják a valós élettől is, elvisznek egy olyasféle életbe, ami nekem nem mindig tetszik. Újisten született a pénz. Régen is szükség volt a pénzre természetesen, de az valahogy úgy egy bizonyos szinten, egy alacsony szinten adva volt és biztos volt. Ma pedig meg kell harcolni ezért a pénzért, ezért menedzser típusú emberek is kellenek a közművelődésben, a népművelésben. Olyan menedzser típusú emberek természetesen, akik nem csak a maguk előrehaladását, hanem az egésznek az előrehaladását is szolgálják. A szakma jelene részben folytatása az előző szakmaiságnak, részben a változó, néha radikálisan változó társadalmi környezeti elvárásokhoz
igazodó. Mit jelent ez kicsit konkrétabban? Ugye történt hajdanában, hogy a népművelő jóhiszeműen, jószándékúan a tudást közvetítette a tömegeknek. Ez mondjuk a 60-as évtizedig, még egy kicsit a 70-es évtizedig is tetten érhető. 70-től a fogalomváltás, ugye a népművelést közvetítésre cseréljük fel, lényegében szemléletváltást is takar. Összefügg ez egy picit az akkori gazdasági elképzelésekkel, gondoljunk csak az új gazdasági mechanizmusra, amikor a csoportérdek megjelenik a gazdaságban, tehát a kulturális intézményrendszer, a kutatás élet szakembergárdája is megpróbál új módon közelíteni a kultúra közvetítéshez. Ha nagyon szeretnénk, hogy a gazdaság, a kultúra összefüggései olyan természetes rendben jelenjenek meg, mint ahogy ez a valóságban van, tehát, hogy szükség van a szellemi tőkére, a tudásra, és hogy a humán erőforrás, mint legfontosabb alaptőke, jól kamatozódjon a szűkebb társadalmakban, a közösségekben, a települési társadalmakban, és így a nagy társadalomban, akkor elkerülhetetlen, hogy az egyénnel való törődés értékkategória legyen. Hogy nem a nagyságrendek alapján mérjék meg a kultúra közvetítő intézmények tevékenységeit. És talán az is kicsit furcsa és néha már félő, hogy a mindenáron való takarékosság az olyan jellegű kényszerekre vigye vagy késztesse, nehogy Isten kényszerítse az intézményeket, hogy feladják ezt az éppen kialakuló új szakmaiságot. Tehát nincs más alternatíva, ugorjunk csak Baranyára, vegyük a szűkebb hazát. Nincs más alternatíva, mint hogy a humán erőforrásokat jól tőkésíteni. Szakszerűen, igényesen, a 21. századi elvárásoknak. Hajléktalanok rehabilitációs központját avatták az elmúlt hétvégén Pécsett. Jelentős társadalmi összefogással, 14 millió forintos beruházással, 7 hónapos rekordidő alatt épült fel a háromszintes BAT-ház, amely a Pécsett és a régióban élő hajléktalanokon kíván segíteni foglalkoztatási és mentálhigiéniás programokkal, otthonos életkörülmények biztosításával. Hány millió forintért sikerült felépíteni a BAT-házat? A beruházás költsége az 14 millió forint összeg, ebben nincsenek benne a berendezési tárgyak, amik egyelőre még hiányosak, de remélem, hogy hamarosan ezeket is beszerezzük. És milyen társadalmi összefogással sikerült mindezt megvalósítani? A Népléti Minisztérium Szociális Programok Irodájának, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, a Baranyi Megyei Munkahelyi Központnak, Támasz Alapítványnak, United Way-nek és természetesen a BAT Pécsi Dohánygyárnak köszönhető az, hogy ez a beruházás megvalósulhatott. A BAT Pécsi Dohánygyár azért támogatta ezt a kezdeményezést, mert egy nagyszerű ügynek tartja, egy olyan ügynek, ami nagyon nehéz problémát old meg ebben a régióban. A BAT Pécsi Dohánygyár mindig is támogatta az ilyen típusú civil kezdeményezéseket. A Pécsi Dohánygyár 4 millió forinttal támogatta az intézmény létrehozását, és a jövőben is elkötelezettséget vállalta a működésének támogatására. Ez egy igazi civil kezdeményezés, amelyet támogat a központi kormányzat, és amely kivívta a nagyvállalati támogatottságot is. Tehát ez egyfajta modell ilyen értelemben Magyarországon. United Way pontosan ezt próbálja az amerikai tapasztalatok és kedvező példák alapján segíteni, hogy a kormányzat, a nagyvállalat és a civil szektor együttesen segítse bizonyos szolgáltatásoknak az előmozdítását. Tehát ennek a rehabilitációs központnak a jellemzője az, hogy nagyon intenzív foglalkoztási programokra épül, illetve emellett olyan mentálhigiénés csoportfoglalkozások, amelyek erőssé teszik őket ahhoz, hogy egy folyamatos munkában kitartsanak. A honi hajléktalan ellátás megoldásában milyen szerepet tölthet be a BAT-ház? A hajléktalan ellátás egy több szintű intézményrendszerek feladata. Ez kezd a nappali ellátástól, az étkezéstől, a szállásnyújtásig,
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a rehabilitáció a fő cél. Tehát kizökkenteni ezeket az embereket mentálisan abból a légkörből, amiben élnek, és esélyt adni nekik az újrakezdésre. Ebben a legfontosabb szerepe a rehabilitációs intézményeknek van, ahol a mentális és a foglalkoztatási rehabilitációval egyaránt foglalkoznak ezzel a hajléktalan körrel, akik ide bekerülnek. Ebben egyértelmű, hogy óriási szerepe van egy ilyen intézménynek, hiszen nem csak a város, hanem a térségnek is egy bizonyos problémáját megoldja. Mi alapján döntük el, hogy az emeleti részen kialakított hajléktalan szálláson kik kezdhetnek új életet? Azok a kliensek, akik a támasz alapítvány ellátásában igazolták azt, hogy egy másfajta életvitelre képesek és alkalmasak és akarnak ebből az élethelyzetből kikerülni, csak ennek akadálya az, hogy egy nagyon intenzív mentális segítség, egy családiasabb lakhatási körülmény hiányzik az életükből, a vadház ezt tudja a számukra megajánlani. Mennyi időt tölthetnek majd itt? A programunk 2 évet biztosít a bentartózkodásra. Úgy ítéljük, hogy 2 év alatt megtörténhet egy olyan attitűdváltás, amely a mi segítségünkkel azt jelenti, hogy 2 év után, hogyha ebből a rendszerből útjára bocsájtjuk a klienst, egy megfelelő, már nagyon minimális utógondozása saját lábra tud állni. A világ több országában már egyértelműen bebizonyosodott, hogy államilag ezt nem lehet megoldani. Tehát mindenképpen emberközeli civil szolgáltatásokkal kell megpróbálni segíteni. Meggyőződésem, hogy nagy esélyt adnak, egyrészt azért, mert szakértelemmel, emberközelien, másrészt pedig kipróbált elnézést, modell alapján működünk. Úgyhogy azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy jó eséllyel fognak ezek az emberek a rehabilitációba, az életbe való visszavezetésbe elindulni. Nézőink megszokhatták már, hogy mióta megnyílt Pécset a Transformációs Központ, igyekszünk beszámolót adni az ott elhangzó ezoterikus tanokat bemutató előadásokról. Most például a piramisok titkáról láthatnak egy összefoglalót Lapos Erzsébet hermészkutatótól, aki 10 éve foglalkozik az egyiptomi tanokkal, mestere Ombáren Matré segítségével. Tudniuk kell, csillagászat értelemben is korszakváltás előtt állunk, csak úgy, mint Jézus születése idején. Ilyenkor az emberiség különösen érzékeny, ideges, ingerlékeny, különös viselkedésre hajlamos, hisz a korszakváltások mindig új elektronikus sugárzásokkal járnak. Ezért szükséges megismernünk makro és mikrokozmosz egymással kölcsönhatásban levő titkait. Az ezoterikus tanok előbb születtek, mint a világ tételes vallásai, ám a legtöbb világvallás sokat őriz belőlük. Ezek a tanok mindig és mindenkor egy alapot képviseltek, amire ráépítkeztek a vallások. Lásd itt is Hermesztész Magisztuszt, minden civilizáció elfogadja őt, és meghajol. Előtte már nullpont energiáról beszél, tehát középről néz mindent, és nem ítélkezik. És tényleg ő a bölcsesség atya, a filozófia atya, mindennek az alapja. Ön régóta foglalkozik a piramisok titkaival. A földanyánk az nem más, mint a teremtő istennői kisugárzása. A nap, mondják Isten szemeré, az pedig a férfias erő kisugárzása. Azt mondja az ősi iratokban, hogy én naponta megtermékenyítem saját női részemet, hogy ti a gyermekeim egyetek belőle. Most ez az élőlény a földanya, erekkel, izomzattal van tele. De a szívrész, ott, ahol maga a szív van, az a Keops piramis alatt van. Valójában itt egy olyan földcsakra kisugárzás találkozik, egy kozmikus kisugárzás, egy éteri kisugárzással, ami bioenergián gyűjtőhelye is. Milyen példával tudnál igazolni azt a csillagászati állítást, hogy Keops nagy piramisának a méreteiből lehet következtetni a föld múltjának, illetve a jövőjének valamennyi fontos adatára? Vett alapul a tetraktis, vagyis Pitagorász által megadott számot, a 36-ot,
amely nem más, mint az első négy páros és páratlan a számértékének összege, vagyis a férfi számai, amitől ki kell indulunk 1-3-5-7, a nő számai a 2-4-6-8, és ennek összege a 36. Nos, csökkents le ezt a piramis számokat 36 órára, majd a tizedesek elhagyása után csupán az egész számokat szorod vissza a 36-tal, és megint már is megkaptad a szent, mágikus, kozmikus piramist. Azt a magot, amire a Bibliánk azt mondja, miért meg a templomot, szent templomot, és mindazokat, akik abba imádkoznak. De ami a templomunk kívül van, meg nem ért, mert emberek lábait taposság 42 hónapig. Milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy Tutankhamon sírjának a feltárása után többen meghaltak? Saját maguk alkotta a bölcsőint, odállítottak, hogy végig sírjuk, és ezt rögzítették is. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy becsaptak minket, és mi ezt nem tudtuk. Rögzítették, és mondták, ne közeledj a sírhoz. Ennek ellenére az ember birtokló tulajdonos vágyából kinyitotta ezeket a sírokat. Most nem minden sírt védelmeztek jóhiszemű energiát. És amikor ezeket a sírokat megfolytatjuk, a benne talált értékeket szanaszéjjel visszük, akkor ezek az energiák elszabadulhatnak. Azért történhettek ilyenek, mert nem találja ez az energia azt a védelmi területet és azt a helyet, ahova rendeltetett. És bizony pusztíthatja az ember. Tehát semmiképpen sem baktériumok okozták a kutatók halálát. Elképzelhető, hogy baktérium formájában jelenjen meg egy energia, de az is elképzelhető, hogy repülő légy formájában. A ma embere, hogyha otthon házilag elkészíti a piramisnak a kicsinyített mását, akkor ezt mi mindenre tudja használni. Hogy a világ pulzál, éjszaka és nappal, tűz és fény, férfi és nő, hideg és meleg, igazság és hamiság. Ugyanígy van azt, hogyha beállítjuk a piramist helyesen, akkor egy csodálatos nullpont energia szöki ki belőle. Tehát gyógyításra lehet használni, víztisztításra lehet alkalmazni, nyugtató energiának lehet használni. Közelébe bizony 10 méteren belül érez. Ezt az energiát nem csak ott, az alulról számított egyharmad részben. Tehát ilyen pici piramisba is, de ha nem állítjuk be jól, pusztító energiába rendelkeztet. De hát nem csak szellemiekkel él az ember. A mosgói szülőhegyen egy világot járt fiatalember édesapjával együtt biosajtot készít, nem is akármilyen ízesítésekkel. Vegetáriusoknak a karácsonyi asztalra is ajánljuk. Semmiféle vegyi anyag nem kerül a sajtba, illetve a tejbe, ami azt jelenti, hogy sem tartósítószer, színező anyag, és semmifajta egyéb ilyen vegyi anyag nem kerül be. Naponta kétszer a fej, és az esti tejet azt behűtjük, és a reggeli friss fejésű tejjel együtt minden nap egyszer feldolgozunk minden reggel. Fej is az 5 órakor van, 6 órakor van, és körülbelül 7 órakor kezdődik minden nap a sajtkészítés. Ami miből áll? Belekerül egy nagy edénybe? Belekerül a sajtűzbe a tej, megfelelő hőmérsékletre felmelegített tej, az 31-32 fok. Ehhez kerül egy baktériumkultúra, egy tisztán tenyésztett baktériumkultúra, és egy oltóanyag, ami egy enzimpreparátum. És ennek a hatására fél óra alatt megalszik a tej, ilyen kemény állagot vesz el, és ezután történik a vágás, amikor ezt a megalvott tejet apró darabokra kell vágni, szép lassan. Tulajdonképpen gyógynövényeket használnak? Hát több fajta van, tehát vannak csak fűszernövények, és vannak fűszer és gyógynövényként is megnövények. Hát én nálam kb. 10-12 fajta fűszeres sajt készül, például zsályás fokhagymás, kakukkfüves, bazsalikomos, köménymagos, paprikás fokhagymás, van egy francia, egy provence fűszerkeverékes, sima fokhagymás, tárkonyos. Hát végül. Na most ez egy tudomány. Vannak, akik ezt hosszú-hosszú éveken keresztül tanulják. Maga hol tanultam? Gyakorlatilag itt kezdtem el a tanyán, még a legelején, amikor egy kecském volt, és utána
rövidesen két kecském és a fölöstel jelen tudtunk mit kezdeni, de akkor még gyakorlatilag semmi köze nem volt ehhez a félkemény-kemény sajthoz, amit mostanság csinálok. De végül is könyvből tanultam meg? Vagy valamilyen fajta ismeretei voltak? Mert hát az életet hát, hogy is mondjam. Könyvből, utána, amikor képtelen voltam tovább lépni, akkor elutaztam ilyen biogazdaságokba, tehát meglátogattam ilyen biogazdaságot Hollandiába, ott szereztem némi tapasztalatot, és utána még egy komolyabb szakkönyv alapján és információk alapján egy sajt készítettem Hollandiába. Édesapja és ön, együtt találták ki ezt a farmot? Igen, ez gyerekkorunk óta egy vágyunk, ugyanis édesapám meg tanyám nőtte 17 éves koráig, utána került városba. Mindig volt kertünk, Debrecen mellett mindig volt kertünk. És gyakorlatilag egy ilyen állandó vágy volt, hogy valahol megint a természetbe éljünk. Elég nagy kitérőt tett, amíg megint a természetbe került. Ez hogy volt? Hát 86-ban én diszidáltam. Hát akkor hány éves volt? 20 évesen. És gyakorlatilag most 95 januárjában tértem az a hivatalosan. De itt élek már 4 éve. Tehát ez a farm már 4 éve, vagy ez a tanya már 4 éve működik. Először Párizsba mentünk édesapámmal. Ott egy hetes tartózkodás után jobbnak látta továbbá, és akkor és Düsseldorfba maradtam először Németországban, mint politikai menekült, édesapám visszajött. Ott egy fél évig éltem, aztán egy íróbarátommal nekiváltunk Svédországba. Ott 3 napig sikerült tartózkodnunk, visszaküldtek Németországba. Németország furcsa módon még egyszer fogadott, pedig ez gyakorlatilag törvényellenes. Egy országba csak egyszer lehet menedékjogot kérni. Akkor ott éltem még 2 évig. Utána pedig Hollandiában 4 évig. Tulajdonképpen zenészként ment ki, és a nem igazán megbízható mi voltának az egyik oka az volt, hogy maga blues-t játszott a 80-as években, ami nem igazán volt elfogadott. De hát nem csak zenészként. Hát a zene mellett még volt a mosogató, egy luxus étteremben Németországban. Akkor voltam, mert én kerteket műveltem idősebb embereknél. Utána Hollandiában voltam egy bárba csapos, egy magyar étteremben, ahol gyakorlatilag én voltam az egyetlen magyar. Aztán egy illegális rádióállomásnak az illegális kávéházát vezettük, a volt barátnőmmel kettem. Emellett még voltam hajógyári dokmunkás, takarító, ilyen házakat takarítottam volt az embereknél. És minden mellett állandóan természetesen zenéltem. Szüksége volt-e arra, hogy megtapasztalja a világot ahhoz, hogy a saját világát kezdje felépíteni itt Moskón? Természetesen, hiszen ez volt annak a kérdés, hogy mennyire vagyok életképes. És az embereknek a nyugatról kialakult képe az igen illúziórikus talán. És hát éjeztünk mi ott, meg laktunk fűtetlen lakásban, meg volt, hogy utcán aludtunk, tehát voltak ott kemény dolgokban is részünk. És hát az, hogyha az ember, mi soha nem éreztük, hogy ez reménytelen, tehát akkor is, mikor mínusz 5 fokba utcán zenéltünk, az is ugyanolyan élmény volt, mint tudom én, 800-900 ember előtt egy koncertteremben zenélni, tehát reménytelennek soha nem tűnt. Gyakorlatilag az, hogy életképes ember. A festészek barátai karácsonyi ajándékként kapták az egyik legjelentősebb kortárs magyar festő Kelemen Károly kiállítását. Picassohoz méri magát, megteheti, írja róla kritikusa. Kelemen arra vállalkozott a Pécsi Nevelőkházában látható képein, hogy megfesse Picasso Avignoni kisasszonyok című festményének parafrázisait. A január közepéig látogatható tárlat karácsonyi jellegét erősíti az a Teddy maszkul, amely a legtöbb képen ott bumfort iskodik. Picasso egy új század kezdetén festette meg az Avignoni kisasszonyokat, ami egy új művészeti korszak nyitányát is jelentette egyben, a modern művészetét. Ő maga így nyilatkozott erről. Ez a festmény egy csomó rombolás eredménye. Hát ez meg egy csomó építés eredménye. Tehát én visszaépítem, gondolom én, amit megpróbált elrontani.
egyáltalán nem is tudom, hogy mit akart elhozni, vagy mit rombolt. Ők csak épített, mint ahogy én is építek. Picasso műve döbbenetet, felháborodást váltott ki még barátaiból is. Így került majd 30 évre a süllyesztőbe. Kelemen festményein a legszembetűnőbb egy játékmackó megjelenése, amint elterül a kubizmus kockáin. A mackónak viszont nagyon sok köze van mindenhez, mindenki mackó, nem csak én vagyok mackó. És hát most nem nagyon látszik, mert ők kevésképp van, de most már egy éve, másfél éve ilyen Ulisszesként küzdözgetem a Felibert mindenféle művészettörténeti szituációban. Most többek között az, ami kis asszonyok című képben tett rendet, vagy ott bóklászik egy kicsit. Picasso a hagyományos figurákkal kezdte, így jutott el az abstraktig, két korszak határán egyensúlyozva, illetve élesen elválasztva azokat. Kelemen ezt használta ki. Ez még nem az, és már nem az. Tehát ez művészet, tényleg művészet történeti kép. Teljesen független szinte a későbbi Picasso-tól, és független a korábbi Picasso-tól is. Szinte én azt mondanám, a Picasso életművében egyedülálló. Összefoglalója mindennek, amit addig tudott, mert ez nem az első kubista képe, és amit azután csinálni fog. És nekem ez nagyon kapóra jött ez a kettő között lévő. Nagyon jó festmény, nagyon sok kiinduló támpontot nyújtó kompozíció, és plusz az, hogy ezt Picasso csinálta két világ határán. Tehát ezzel én még előbbre tudtam, vagy hogy minden előbbre ilyen nincs, de szóval hozzá tudtam valamit szólni, illetve engem is királt. Nem egy lezár dolog, ide fértem még be. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves nézőnknek. Viszontlátásra egy hét múlva.